Éppen elhelyezik a közeljövőben Szedresben megépülő kultúrház és közösségi tér alapkövét. Az utóbbi 10 évben a kormányzati támogatásoknak köszönhetően számos fejlesztést vittek véghez a településen. Megújultak a középületek, a templom, az óvoda, illetve az iskola és az orvosi rendelő is. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, most érkezett el az idő, hogy a 2019-ben lebontott művelődési ház helyére új, korszerű kulturális központot építsenek. 2021. decemberében egy külön kormány döntött arról, hogy az előkészületekkel együtt mintegy 830 millió forint támogatást kapott Szedres település. 100%-ban állami beruházás lesz ez az új kulturális központ és közösségi tér. Az új művelődési ház 850 négyzetméter alapterületű épületében helyet kap majd egy 160 férőhelyes színházterem is, illetve az emeleteken több olyan közösségi terem is kialakításra kerül, ami a helyi lakosság igényeit fogja kiszolgálni. Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár is részt vett a hivatalos alapkőletételen, aki beszédében elmondta, rendkívül fontos a kisközösségek kulturális életének fenntartása. De ahhoz, hogy ezek a virágzó kisközösségek jól tudjanak működni, ahhoz valamiféle infrastruktúrára van szükség, és két irány van, a romos állapotban lévő kultúrházainkat rendbe kell rakni, és ahol nincs kulturális intézmény, ott pedig meg kell építeni. Szedres megérdemli, hogy kapjon egy új kultúrházat. A tervek szerint Szedres új művelődési háza várhatóan 2023. áprilisára készül el.